Jó estét kívánok! A mai napra egy beugró vendégünk van, mert COVID ügyben kiugrott a másik vendégünk, és ezúttal is nagyon hálásan köszönöm Gró Dián, a filmrendezőnek azt, hogy hajlandó volt behúzatni magát Szegvári Katival, aki egyébként már fél éve mondja nekem, hogy ja, és akkor be akarom hozni a Gró Dinit, és mondtam, hogy hozzad. És akkor most egy kicsit előbb bejöhettél. Én a te életművedből nem tudtam egy nap alatt pótolni a hiányzó egységeket, viszont az első rabbit, azt megnéztem, rabbinőt, a Regina című. El is indíthatjuk, ugyan, mögöttünk a filmet, már nagyon szép. Szerintem legalább 7 éve, ugye? Tehát, hogy ilyen... Az 7 évig készült, igen. De az lehet, hogy 7 évig készült, de hogy én 7 éve láttam, az lehet az? Az lehet, mert a magyar bemutató az 2013-ban volt. Igen, aha, a magyar nyelvű. Szóval pont én is így ilyen speciálisan számoltam ki, hogy én akkor a Klub Rádió eleje fele voltam, és az hány éve volt, hány éve nem vagyok ott, tehát hogy ezen kezdtem el matekozni, hogy akkor ez mikor lehetett, és így belőltem olyan 6-7 évre. Így van. Ez hát egy fura dolog, hogy neked van ehhez affinitásod, hogy meglátsz, mert csináltak képzőművészeti filmeket is, tehát egy filmes, aki álló képekből képes filmet csinálni, az egy másik típusú filmrendező, de hát itt összesen egy darab kép állt rendelkezésedre. Egy fotó az arcáról, vagy tehát a főszereplő egy képen szerepelt, egy valóságos képen. Igen, hát ugye a történet az úgy jött szembe, hogyha ez érdekes, hogy nekem eszembe se jutott, hogy én a világ első rabbinőjéről csináljak filmet. Tehát én ezt így hárítottam egyébként, amikor éppen az első játékfilmem után voltam, a Csodakrakóban, utána azzal jártam a fesztiválokat, és akkor egy zsidó fesztiválon, nevezetesen az Amsterdami zsidó filmfesztivált egy német rabbinő nyitotta meg, és akkor ő odajött hozzám, és azt mondta, hogy nem akarsz a világ első rabbinőjéről filmet csinálni? És mondtam, hogy nem. Nem, mert már állandóan zsidó témákra... Hagyjuk a zsidókat már végre, igen? Engem ezt úgy cipelem magammal, mint egy ilyen zsák, és szeretnék egy kicsit boldog lenni és lélegezni. Ez a kettő kizárja. Ez a kettő kizárja. Zsidó téma és a boldogság. Itt Közép-Kelet-Európában azt gondolom, igen. És elhárítottam ezt a témát, és aztán eszembe jutott, mert hogy ő ajánlotta a saját könyvét is, hogy élt egy Regina Jónász nevű rabbinő Berlinben, írt róla egy könyvet, olvassam el. És évekkel később arra gondoltam, hogy hát megnézem, elolvasom a könyvet. És akkor rájöttem arra, hogy ez nem a történet nem attól érdekes, hogy a világ első, tehát valaki egy nő, az első rabbinő, mert azt gondolom, hogy most tök mindegy, hogy valaki első, vagy második, vagy harmadik, az a lényeg, hogy milyen. Ki az, aki valamit nyomot hagy emberileg. És akkor jöttem rá, hogy a Regina Jónász rabbinőnek az élettörténete nagyon érdekes, aki a holokauszt idején élt. Ugye ez egy különösen érzékeny terület nekem, vagy én nagyon szeretem. Szeretem, tehát, hogy viszem ezt magammal. És akkor az első gondolatom az volt, hogy egy játékfilmet csinálok az ő életéből. És akkor azt mondtam, hogy nem, én sokkal jobban, sokkal mélyebbre szeretnék menni, én az igazságot akarom látni, a valóságot, azt, amit ő látott, sokkal izgalmasabb lenne egy dokumentumfilm. Na jó, de hát csak egyetlen egy fotó maradt róla, túlélő már nem igen, akivel interjút csinálhattam volna, plusz valószínűleg azért, mert szeretem mindig a nehezebb utat választani, ez is típus kérdés. Arra gondoltam, hogy egy olyan nem beszélő fejes dokumentumfilmet akarok csinálni, hanem egy olyan valamit, és ez talán most vissza... Most látják a nézők is azt az egyetlen egy fotót itt mögöttünk. Egy olyan filmet csinálni, ami egy kihívás nekem szakmailag is, archív felvételeken, valódi archív felvételeken, ugye ez a dokumentációnak a lényege, megmutatni azt a világot, amit ő láthatott, és amiben ő maga benne volt, és egy olyan filmet csinálni, ami talán egy picit azt az érzetet kelti,
hogy én el tudom hitetni, hogy ő ott van a vásznon minden pillanatban, annak ellenére, hogy csak egy fotó maradt róla. Hát most ezt hosszan mondtam. Bocsánat, de legalább értette az is, aki nem látta a regényt. De azért te csináltál egy roma gyerekről is egy nagyon szép filmet. Én hát igen, a Vespa című játékfilmem az pont 10 évvel ezelőtt volt, akkor kaptam utoljára támogatást a Magyar Filmgyártás, vagy a Filmes Intézettől. Kértél aztán? Andy Vajna idején kértél? Hogyne, hogyne. De azért hát erről a filmről mesélj egy kicsit. Na, mindegy, visszatérve... Egy pillanat, majd beszélj arról is, de most addig, ameddig tudunk képeket nézegetni, addig még az előállítással kapcsolatban mondd el, légy szíves, hogy egyébként ez dokumentumfilmként a korabeli Híradó utca felvételekből, mármint a Regina, az első rabinő történetet, hogy állt össze élvezhetővé. Tartalmilag akkor gyorsan elmondom, hogy mi az, ami vonzóvá tette ezt a történetet. Századfordulón, 19.-20. századfordulójáról beszélünk. Megszületik egy ortodox családba, zsidó családba, Berlin szegény negyedébe, ami mondjuk nálunk annak idején mondjuk a Kazinci utca és környékét jelentette egy ahol egy vagyunk egyébként lány. Igen, tehát ez is egy... Meg ahol te felnőttél. Nem messze innen. Tényleg erre laktál? Igen. És ez a kislány elhatározza 12 éves korában, noha ortodox nevelést kap, hogy ő rabbinő lesz. És annak ellenére, hogy szinte ultraortodox, és szinte, tehát gyakorlatilag ugye a zsidó vallás elméletileg szabályai szerint egy nő nem praktizálhat. Ez ma már vitatott, joggal, nem joggal, nem tudom, de én azt gondolom, hogy aki vallási vezetőnek született, az igenis, hogy gyakorolhassa azt, amiben hisz és amiben jó. És ő ezt elhatározza, és pont a Hitler hatalomra jutásának évében, 33-ban szeretné letenni a rabbinikus vizsgáját, de a berlini zsidó tanács arra a következtetésre jut, amelyik egyébként nyitott a reform vonalra is, hogy a zsidó, az ortodoxia és az úgynevezett neológia hát neugrasszák össze, és 33-ban az a fontos, hogy a zsidó egység megmaradjon, ezért nem avatják fel. Mert ez egy olyan vitát gerjesztene, és ez a nő nem adja föl. Nem adja fel, hanem csinálja azt, amiben hisz, nevezetesen nem azt tette őt rabbivá, hogy lett aztán végül egy rabbi diplomája, tehát azt gondolom, hogy nem papírt teszi az ember, tök mindegy. Ez jelentkezik díjakra, én nagyon sok minden olyan dologra emlékeztet engem, ami nem csak ma, hanem a régre is, régmúltra is jellemző, hogy nem a kitüntetések tesznek emlékezetessé valakit, hanem az, ahogy az emberek emlékeznek rá. Mm-hmm. És egy vallási vezető esetében, a Regina Jónás esetében olyan visszaemlékezéseket olvastam, amelyek bebizonyították, hogy erről a nőről tudnia kell a világnak. Visszatérve, hogy hogyan készült. Egy darab vizuális anyag, nagy kihívás egy filmrendezőnek, hogyan csináljunk filmet egyetlen egy vizuális anyagból. Az volt az elképzelésem, hogy a századfordulótól egészen 1944-ig, mert nagyon-nagyon rövid életet él, tehát 42 éves korában Auschwitzban végzi, minden olyan helyszínről összegyűjtsem az archív fotókat, dokumentalista anyagokat, privát gyűjteményekből és korabeli híradókból, amiből játékfilm, szinte játékfilmszerűen össze lehet rakni, fel lehet építeni az ő életének a pillanatait, a helyszíneit, a helyzeteit. De mozgóképes részletekkel mozgóképe, is. Mozgóképe, hát itt a filmnek a 99%-a, tehát itt pont az megy a háttérben, hogy egy kislány, igen.
Akár ő is lehetett volna. Akár ő is lehetne, akár ő is lehetett volna. Tehát, kettőbe született, ugye? 902-ben. Igen, egyébként pont abban az évben, amikor az én déd nagymamám. Még amikor az én nagymamám, ezért jegyeztem meg. Én. Az évszámok az ön. Nincs viszonyom, csak hogy... Sok díjat nyertél ezzel a filmmel. Igen, ennek nagyon nagy sikere volt, de megmondom őszintén, ami a legnagyobb díj volt nekem, mert ez volt ugye Jeruzsálemben nyert díjat, meg nagyon sok felett, tehát a Library of Congressben, meg a UNESCO palotában vetítették, nagyon sok a BBC for, tehát Anglia egész lakossága lát a fő műsoridőben ezt a filmet. A legnagyobb elismerés az volt, amikor pont azt mondod, hogy te 2013-ban láttad, az Urániában, nem tudom, hogy az Urániában láttad, de ott volt a bemutató. A bemutató után odajött hozzám az Iványi Gábor, és akkor azt mondta, hogy Diana, én nagyon szeretnék majd veled beszélni. És pár héttel később, vagy egy héttel később felhívott az Iványi Gábor, és azt mondta, hogy mi nagyon-nagyon szeretnénk egy emléktáblát emelni a Regina Jónásznak a Wesley udvarán. A világ első rabbinő emlékére. És meghívta a magyarországi egyetlen rabbinőt egyébként Közép-Európából, az első között volt a Kelemen Katár. Igen. És ketten mondtak kadist az emléktábla előtt. És én azt gondoltam, hogy ennél nagyobb, ennél szebb díj, az nincs. Szóval is. Sikerült berángatni a köztudatba. Egyébként a díjaidat végignézve azt kell mondjam, hogy téged jobban ismernek a világban, mint itthon. Igen, de hát én ezzel ugye? Nem vagyok meglepődve. Igen. Nem olyan nagy baj az? Nem. Bajnak nem baj, de hát ez fura, hogy itthon kevésbé is. Hát egyáltalán nincs is hol vetíteni ezeket a filmeket, amiket te csinálsz, szóval. Egy közszolgálati televíziónak mondjuk. Hát ott kéne, mondjuk, de ott nem vetítik. A dolga. Az a helyzet, hogy ezzel most már én azért nem foglalkozom, mert engem mindig folyamatosan hívnak. Tehát úgy érzem, hogy a filmjeim azért élnek, mert egyfolytában visszajelzésként évekkel később filmklubok, ilyen meghívások, olyan meghívások, vetítésekre hívnak, és az emberek beszélnek a filmjeimről. Ha ez nem lenne, akkor nagyon-nagyon ellennék szomorodva, de azt gondolom, hogy Magyarország egy speciális ország, ahol... Ezzel egyetértünk. ahol a filmesnek lenni nem könnyű, egyébként sehol nem a világban, mégis valahogy úgy érzem, hogy itt egészen fantasztikusan állami alkalmazottak irányítják a filmek sorsát, és ez nem most kezdődött. Azért régen más volt, ahol stúdiók voltak, amiben filmrendezők voltak, ráadásul te ugye Simó tanítvány vagy, az egy különleges stúdió volt. Azt a légkört, az a helyzet, hogy ezt nem lehet visszahozni. És akik, szerintem az én generációm talán az utolsó, aki még beleszagolhatott a régi filmgyár udvarába, aki beleszagolhatott abba, hogy mit jelent az, hogy Hunia filmstúdió, Budapest filmstúdió, Objektív filmstúdió, ki az a Simó Sándor, Schiffer Pál, Zolnai Pál, sorolhatnám azokat a nagyokat, természetesen nagy generáció, hát nekünk még írtózatos Mázlink volt, hogy tanított minket a főiskolán. A főiskolán annak idején a Popper Péter, a Szabó István, a Posztler György, Petrovics Emil. Hogy be voltatok szarva tőle, már bocsánat a kifejezésre. Rettenetesen az Emil bácsi, de az életem végéig hálás leszek neki, mert fantasztikusak voltak az órái. És azóta is tudsz hangot használni, rajogban zenét jártak használni a filmrendezők az Emilhez. Mert felejthetetlenek voltak ezek az órák, és a Szöllősi Né, aki a művészettörténetet úgy tanította, hogy nem csak azt tudtuk álmunkból is felriadva, hogy a Caravaggio-nál honnan jön a fény, vagy a Rembrandt képe,
hol van éppen, melyik múzeumban és melyik villanykapcsolót kell egyébként a múzeumban bekapcsolni, vagy kérni a nénitől, teremőtől, hogy kapcsolja be, hogy azt a megvilágítást lássuk. Ezek olyan felejtetetlen tudás, ami is, hogy nyilván megélni az... Ami elképesztően máz és fantasztikus. Én már itt belekaptam, mert én azt a filmet nagyon szerettem, azt a roma kisfiút, hol találtad, viszont. Arról mesélj egy kicsit. Ez visszakanyarodva, az ugye második játékfilmem volt a Vespa, a Szabó Iván forgatókönyvíró ötlet adó társam írt egy alaptörténetet, egy kisfiú nyer egy csoki papíron, egy robogót, és a vidékről felmegy Pestre, hogy ezt átvegye, szerencsét próbál. És mi ezt kitaláltuk, hogy ez a történet egy roma kisfióval történjen meg. És ahogy, és pont itt kapcsolódik, mert azt mondtad, Kati, hogy sokfélét csináltam, igen, sok mindent kipróbáltam, tehát a kísérleti kisjátékfilmet, a dokumentumfilmig, a játékfilmen át, nekem a dokumentumfilm az talán a legközelebb, de az, hogy biztos, hogy egy súlyban van a fikcióval, az 100%, mert hogy a Schiffer Pál mellett volt szerencsém asszisztenskedni. És visszatérve ez a Vespa témához, azt mondtam az Ivánnak, hogy mi el tudjuk képzelni a budapesti flaszteren, hogy hogyan él egy roma gyerek, és le tudjuk írni, de hogyha ezt így csináljuk, akkor ez a film, ez hamis lesz. Tehát akkor most menjünk le szépen castingolni, keressük meg a főszereplőnket, és utána írjuk bele az ő történetét a fikciós forgatókönyvbe, mert így fog működni a dolog. Addig minden szép papíron, de semmi nem igaz, mert egy pesti értelmiségi, ahogy Móriczka elképzeli. Ha mi nem megyünk le egy telepre, és nem keressük meg azt az igaz történetet, aki hozzánk, amiről mi mesélni akarunk. Egyébként teljesen mindegy, hogy a történetben, hogy most történetesen egy roma gyerekről van szó, minden gyerek álma ugyanaz, de hogyha a környezetet is meg akarjuk mutatni, akkor nekünk látnunk kell, hogy mi a valóság. És elkezdtünk castingolni. A sztori nagyjából megvolt, elkezdtünk castingolni Borsodban, Nógrádban, Somogyban, és végül Szentesen kötöttünk ki. És egyébként akkor az egyes számú casting számmal bejött a Tóth Sanyi, akkor volt 10 éves, és megkérdeztem, nagyon egyszerű volt a casting, ugye, hát ugye a gyerekek meglátnak egy kamerát, és azt mondják, hogy benne leszek a tévében. Igen. Tehát ez volt a nagy a reakció. Bejött a Tóth Sanyi. Sanyika akkor volt 11-12 éves, és nekem egyetlen egy kérdésem volt, hogy figyelj, hogyha nagyon sok pénzed lenne, akkor mit csinálnál? És azt mondta, hogy hát akkor vennék egy robogót, és, tehát ez nem, az persze, már tudták, hogy nagyjából, hogy ez a film, de azt mondta, hogy és akkor ráültetném az anyukámat, és elvinném a világgá. Ez volt az egyik. A másik az, hogy amikor megkérdeztem azt, hogy és melyik a kedvenc versed, tudsz-e? Szóval én gyerektől még idézőjelben lehet, hogy pozitív vagy negatív. Én nem vagyok olyan nagy Petőfi Sándor rajongó, vannak jó versei, vagy vannak jó, például az Apostolt nagyon szeretem. De ahogy a gyerek elmondta, a Petőfi egyetlen egy verset tudott kívülről, a Petőfi Sándornak az Alföld című versét. És ahogy azt a gyerek elmondta, és ugye itt azért nem vagyunk messze a tatát-szentgyörgyi eseményektől abban az időben. Tehát, hogy ez a gyerek elmondta azt a verset, ugye, ami ugye elég patrióta vers, tehát ugye tudjuk, a hazaszeretetről szól, és ez a gyerek úgy mondta el olyan természetesen és olyan gyönyörűen, hogy azt mondtam, hogy hát ha van patriotizmus, és hogyha van egyszerűségében, nem tudom,
idézőjelben hazaszeretet, vagy otthon, az otthon fogalma, akkor ezt a gyerek ezt megfogalmazta. Uh-huh. Minden ilyen ugye távol áll. És akkor megismertük a Tóth Sanyit, és akkor elmondta, megismertük, hogy hol él. Ja, igen, annyira el volt a májulva a gyerektől, hogy azt mondtam, hogy fú, hát ez igen, megtaláltuk, de hát azért kínos, hogy rögtön az egyes casting számmal bejön a tökéletes, úgyhogy még elmentünk 200 helyre. Mondtam, hogy azért a biztonság kedvéért meg ne csináljunk úgy, hogy. És akkor már az asszisztensek meg a munkatársaim szóltak, hogy Tini, hagyd már abba, mindenkiben a Tóth Sanyit keresed. És akkor... És egy filmnél nem kell lekettőzni a szereposztást. És nem kell lekettőzni, és csodálatos volt, mert akkor Szentesen forgatunk, illetve Szentes mellett, ezt úgy hívták ezt a helyet, ahonnan a Sanyika volt, hogy Berek 100, uh-huh. Tehát nem Berek 100, hanem Berek 100. És az ő házukban forgattunk, és a idézőjelben Muter, ugye a mama, aki irtózatosan büszke volt arra, hogy a fia játszik. Nagyon sokat jártam le hozzádumálni, és ugye sodorta a cigit, és ültünk a konyhában, és sodorta nekem is, vagy engem is megmutatta, hogy kell. És mondta, hogy hát én tudom, hogy a Sanyi tőlem lopja a cigit. És mondom, hogy rászólsz, néha rászólok, de olyan büszke vagyok rá, mondta ő. És ezek a pici dolgok, ezek mind belekerültek a filmbe. Aha. Tehát ez minden... És a mama is bekerült a filmbe? Nem, a mamát azért pedagógiai okokból nem akartam betenni, mert akkor nem működik az a... Tehát akkor rácsapok teljesen dokumentumfilm, és aha. Szerettem volna egy picit saját magadat pedagógiáztad ezzel, hogy legalább így aztán a Nyakó Júli csodálatosan. És örökké bizonygattad magadnak, hogy fikciót forgatsz. Igen, hogy fikciót forgatsz, de a gyerekek... Minden úgy lesz, ahogy te mondod. Most, igen, de a gyerekek mind ugye nem profi színészek voltak, és ami a legcsodálatosabb, hogy a gyerekekkel való forgatás az valóban úgy történt, ami azt gondolom, hogy a dokumentumfilm és a fikciónak a keveréke, tehát én nekem ezt nem lehet mondani, de Schiffer Palinak a filmje, ugye dokumentumfilm a Cséplő Gyuri. De a mai akartam mondani. A mai napig a Cséplő Gyuri az ugye úgy van vágva, úgy van filmé varázsolva, hogy mai napig azt gondolom, hogy a nemzetközi dokumentumfilmes fórumokon vagy világban az egy díjnyertes, szerintem Oscar-díjas dokumentumfilm is lehetett. Most a nagymamádról forgatsz, igaz? Mesélj egy kicsit erről. Igen, amikor, igen. Én ilyen hosszú projektekben vagyok. Ő megjárt Auschwitzot, igaz, a nagymama? Igen, nagymami egyedül jött vissza. 18 éves volt, amikor... 17 éves volt éppen, amikor Auschwitzba, igen. Május 5-én érkezett körülbelül Auschwitzba, akkor töltötte be a 17-et, és... 18 volt a pont május 5-én, amikor felszabadult már több lágerrel tovább egy halálmenet után. És hát az ő története az, vagy az ő élete az belénk ivódott gyerekkorunk óta, mert hát nem tudom, ez azt hiszem általános volt a szülők, vagy az anyukám generációja, ti generációtok részben kapta a hallgatást, vagy a nem beszélést, vagy a távolságot. És a nagymama melyikbe tartozott? Nagyon sokáig a hallgatásba. De hát azt gondolom, hogy ennek voltak részben politikai okai is, és a másik dolog pedig a másik a féltés, hogy ilyen még egyszer... Ne, tehát ez ne legyen, ne kerüljön a zsébető elő, tehát valakinek kiírtják az egész családját csak azért, mert a zsébetű ott van, az természetesen félti a gyerekét. De a mi generációnk, azt hiszem az unokák generációja tölte meg először ezt a csendet, és én 2000-ben csináltam, és pont a Schiffer Pali volt a producere a Czóres című dokumentumfilmnek,
ahol az én generációm megszólal, hogy mit jelent számára ez az identitás. És nagyon kiderül, hogy sokan a hallgatást, sokan a hallgatást kapták, de megtörték, mert ugye előjön azért a kérdés, hogy honnan jövünk. Visszatérve az én nagymamámhoz, mi nagyon-nagyon közeli kapcsolatban vagyunk, és évekkel ezelőtt, tehát az ő történetét mi tudtuk, mert az anyám kardoskodott amellett, hogy ez előttünk ne legyen elhallgatva, úgyhogy azért a nagymami kapott az ilyen kapu dörömbölést, hogy van, hogy mi a testvéremmel, Iker testvéremmel feltettük a kérdést, ostoroztuk a kérdésekkel, és megnyílt. Lassan, de megnyílt. De tinédzserkorunktól kezdve ez valahogy így adagokban jöttek ezek az információk. És évekkel ezelőtt hamarabb visszamegyek. 2006-ban, amikor ő 80... Most 93. Akkor nem tudom, soha nem voltam jó matekból. Hát akkor az 80, 50-es évei. 80. szüli, 80 éves volt. 2006-ban? Ja, lehet. Lehet. Lehet? Jó. Tehát azt hiszem 80, 81. Először mentem vele, életemben először, abba a koncentrációs táborba, ahol az ő életében a harmadik állomás volt. Előtt én voltam Auschwitzban, de nem vele, ő nem ment már vissza. Auschwitz, Gleiwitz, Ravensbrück, Rechlin lágereket járta meg. Ravensbrück az egyik legnagyobb női tábor volt, ahol 45. januárjába került, és ott ketten sétálgattunk, hát idézőjelben sétálgattunk, és egyszer csak oda jött egy német szociális munkás, srác, és azt mondta, hogy szívesen megmutatja nekünk a helyet. És hát a nagymamám mondta, hogy hát köszönni, ő ismeri. Hát most nekünk nincs gájdolás. És ez a fiatal srác kimutatott a kapun keresztül, blokképületek voltak, kőházak, és azt mondta, hogy hát ezek guesthouse-ok, vendégházak, és hát igen, a nagymami túlélő, hát a túlélőknek ingyen. Eltölthet ott egy hetet? Eltöltett egy hetet, és ez olyan morbid volt, mert kérdeztem a nagymamitól, hogy nincs kedved itt lakni egy hetet, eltöltünk, kinézünk az ablakon. Látjuk a tábort. Látjuk a tábort, a panorámát, a krematórium, a kéményt, és ez egész morbidnak tűnt. De én ezt akkor elkezdtem már filmezni. És egyébként itt ez volt az a láger, ahol az én dédnagymamám összetalálkozott az ő anyukájával. Auschwitzban elszakadtak egymástól, és 4-5 hónappal később összetalálkoztak? Igen. És túlélő a... Nem, a nagymamám karjaiban halt meg a dédnagymamám. De ott ebben a női táborban találkoztak, és én ezt folyamatosan filmeztem, meg interjúztam a természetesen. Ott meséltem neked a történetet, és nem, ezt már, többször felvettem, ezt már az a helyzet, hogy már álmaimban is látom, nem tudom, mikor mesélte el, többször hallottam ezt a történetet, tehát úgy érzem, mintha a sajátom lenne, ez nagyon érdekes, ez a generációs... Hát nem tudom, hogy trauma-e, de azt gondolom trauma, mert ezt nem lehet épésszel felfogni, és zárójelben azért muszáj ezt elmondanom, hogy persze nagyon sok, nekem nagyon sokszor felteszik azt a kérdést, hogy de miért zsidó téma foglalkoztat téged főként, és én nem szeretem ezt a kérdést. Részben azért, mert nem csak erről csináltam filmet, de részben azért, mert azt gondolom, hogy amikor 6 millió embert kiradíroznak szisztematikus terv szerint az életből, 6 milliót, arra nem lehet azt mondani, hogy de miért megint egy zsidó téma,
Mert akkor lehet azt mondani, amikor majd 6 millió ember története el van mesélve. Tehát én azt gondolom, hogy amíg van, de én azt gondolom, minden természetesen, tehát ez nem csak a, most a zsidóságról beszélek, de a holokauszt, azt így nem, tehát én nagyon kiszoktam kérni magamnak, de ez egy mai tendencia, még akkor is tudom, hogyha rengeteg más, rengeteg, ugye, ahogy most, ahogy a világ körülöttünk zajlik, borzalmas. A számkivetettségnek a számkivetettség oldala. Meg népírtás is van rendesen. A stb. Stb. De hogyha mindig átlépünk az, hogy arra, hogy ó, ez már nem érdekes évek múlva, ó, ez már nem érdekes, akkor itt tehát ezt nem lehet ezt a... Jelentőségében, mennyiségében és gonoszságában felülmúlhatatlan. Felülmúlhatatlan, és nem azt mondom, hogy ez az egyetlen, csak az, hogyha ez így állunk, akkor gyakorlatilag az ember elgondolkodik, hogy majd a többihez is így áll az ember, hogy á, erről inkább már nem beszélünk, és ez nem. Ez mind filmkészítőnek, vagy mind megszállott, nem tudom, dokumentálónak, dokumentálistának, filmesnek, ez számomra elfogadható. Mindjárt. Annak ellenére, hogy ez érdekel, azért az életösztön meg működik benned, mert azért a Tócsani története az egy happy endes történet. Hát és nem? Amikor képződik, tehát, hogy szereted az életet, vagy nem? Kezdesz el forgatni gulácsit, tehát akkor nyilván az persze, valami megnyugvás. Tehát az ember, én azt gondolom, hogy az igen, tehát én szerintem minden filmkészítőnek a filmezés egy terápia. Én ebben biztos vagyok. Tehát amiben megnyugvás, szépséget, igazságot, igazat, önvallomás. Valaki ezt hihetetlen exhibicionizmussal tudja csinálni, hogy saját történetet tesz oda állandóan, valaki mások sorsán keresztül találja ezt a vigaszt. De a terápiát kiterjesztően értelmezzük, ugye a néző is terápián meg ideális esetben, nem csak a tiétek. És a festmény, tehát filmezni olyan, tehát hogy akár hogy a festményeket mondta, tehát ugye a kép, mi a kép? A kép az már barlangrajzoktól kezdve arról szól, hogy itt voltunk, ezt csináltuk, ezt üzenjük, ez történt velünk, ezt gondoltuk, ezt éreztük. Ez a festményeken is ott van. A fotókon pláne ott van. A mozgóképen, hát hogyha ilyen az archív felvételeknek a csodája az ez, hogy ez megtörtént, hogy ez ott volt. Szóval, hogy festmények, bele lehet ugrani a festményekbe is elképzelni azt, hogy akkor ott mi történt. A diákjaid nézik az egyetemen a filmjeidet, vagy csak módjával? Én ezzel óvatos vagyok, én mindig először mások filmjeit szeretem megmutatni, és utána elelvétve, hogyha igen, akkor megszoktam. A Veszpát megszoktam nekik mutatni. És a Tarka képzelet sorozatot, igen, egy ilyen inspiráló. De a technika, tehát a Tarka képzelet, amikor a festmények megelevenedtek, az, azt emlékszem, 2000-ben kezdtem el. Én a Simó Sanyinak mutattam meg először az ötletet, és azt mondta, hogy ezt te nem tudod megcsinálni. Mert hogy a technika nem tartott. Ugye hát ez a komputer animációval, élő segítségével a háttér megmozdul, és azt mondta, hogy ezt nem tudod megcsinálni. És csináltam egy pilot anyagot, és hát az már összehasonlíthatatlan gagyi technikával készült, ahhoz képest, ahol most tart a világ. De a kockákat egymásra fényképezik, és megpörgetjük. Ez a valami fantasztikus, de irtózatosan jó játék volt, és én azt gondolom, hogy van értelme repülni, meg muszáj elszakadni, azt gondolom, néha a valóságtól is, mert bele zakkan az ember. Mondja a dokumentumfilm rendező kolléganő. Nagyon, nagyon élveztük, az a helyzet, hogy súlyosan túl beszéltük magunkat, de nagyon élveztük, úgyhogy akár jöhetnél máskor is, meg én közben azon gondolkoztam, hogy ha szépen megkérjük ennek a televíziónak a legfőbb szerkesztőjét, akkor nem lehetne lejátszani itt egyiket, másikat? De. Lehetne? Akkor meg fogjuk kérni. Akkor rajta lesz. Tudjuk beszélni. Jó. Akkor most köszönjük szépen. Véget értünk jövő héten. Brody János ön. Akkor is érdemes lesz bennünket nézni, úgyhogy a jövő heti jégbüfét is, jégbüfé, azt is nézzék egyébként, de speciál a libazsír volt, úgyhogy
Dibazsírt is nézzenek. Viszontlátásra! Köszönöm.